Így néz ki most az óvoda Nyírkátán. Az oktatási nevelési intézmény az elmúlt évtizedekben nagy változásokon ment keresztül, hiszen a településen folyamatosan nőtt a gyermeklétszám. A 90-es években már annyira magas volt a gyereklétszám, hogy komolyan felvetődött a harmadik csoportszoba megépítése. Pályázati lehetőség nyílt 2004-ben óvoda bővítésre, így lett meg a harmadik csoportszobánk, 2005. szeptemberétől működünk 3 csoporttal. Most pedig új tornaszobával bővült az óvoda. Az intézményben jelenleg 68 gyermek jár, akik már nagyon várták, hogy külön tornaszobában játszhassanak. Így már teljes értékű óvodai nevelésben részesülhetnek. Ennek örömére egy kis műsorral is készültek az ünnepélyes átadóra. Az óvoda új tornaszobáját a Magyar Falu program által biztosított 29,5 millió forintból tudták megépíteni. A 60 négyzetméteres tornaszoba mellé 30 négyzetméternyi kiszolgálóegység, kazánház és szertár is tartozik. Maga az épület úgy lett megvalósítva, meg a pályázat is úgy szólt, hogy az építésre adtak finanszírozást. Tehát a többi dolgot azt ugye nekünk kell megvalósítani, tehát még az ablakokhoz, ahogy látszódik is, ugye a radiátorok már el vannak zárva, de az ablakok elé még háló fog kerülni, illetve a mennyezeti lámpákat is védeni fogjuk ráccsal. A padló az pedig egy nagyon korszerű, úgymond vinil lapokból készült el. Ez is strapabíró, tehát a gyerekek használhatják nyugodtan, nem lesz semmi gond, mert csúszásgátló, és bírja a használatot. Az épület első tervei már 2014-ben elkészültek, a tényleges építkezés azonban csak 2021-ben kezdődött el. Idáig a csoportszobában tartottak tornaórákat, ennek nyomai látszódnak a padlón is. Ezért is fontos, hogy minél több ilyen fejlesztés tudjon megvalósulni a megye óvodáiban. Minden egyes forint, amely az oktatásnevelésre van fordítva, az többszörösen térül meg, és hát pontosan azt a felnövekvő generációt támogatja, amely adott település, adott közösség szempontjából a megmaradást jelenti. És hát az óvodás gyerekek infrastruktúrális fejlesztése, illetve az óvodai épületek infrastruktúrális fejlesztése, az pedig különösen fontos, hiszen az, hogy milyen környezetben nő fel egy gyerek, milyen játékok, milyen élmények veszik körül, az mind-mind meghatározza a fejlődését. És pontosan az az időszak, amikor az óvodába jár egy gyermek, az az, ami talán a legmeghatározóbb a fejlődése szempontjából. Ez már a sokadik óvodai felújítás volt a térségben. 7 önkormányzati tornaszobát, önkormányzati óvodai tornaszobát adhattunk át az elmúlt időszakban, és ennek egyike ez a tornaszoba. A gyerekek nagyon örültek, és azt láttam, hogy a szülők is örömmel vették birtokba ezt a 61 néhány négyzetméteres helységet, mert hogy eddig hiány voltak a területnek itt a nyírkátai óvodában. A tornaszoba tetőszerkezetét úgy alakították ki, hogy később akár napelemekkel is fel tudják majd szerelni.